Bemutatom a Pintara beváruház egyik újabb termékét, egy gongálvány. Ez egy összeszerelhető gongálvány, módosítva lett az elődöktől. Pár darabból áll az egész, van két lábunk, egy fej, egy keresztléc, amire tulajdonképpen majd a gongok föl lesznek, akasztva, és alul egy a keresztabilizátor és a lábak. Na, kezdjük el az összeszerelést. A lábak meg vannak jelölve kékkel és piros pettyel. Ezek arra szolgálnak, hogy könnyedén tudjuk összeilleszteni ezeket. Kékből a kék, pöcs lesz, stifteket, egyszerűen beleszúrjuk, de a külső oldalról. A külső oldal mindig a Pintara feliratnál vannak, tehát ez lesz a külső oldal. Beleszúrjuk, van egy kis kalapácsunk, amivel beleítjük. Ezek könnyedén belemennek, de a szerepe inkább a szétszerelésnél van, amikor ki kell szedni. Igen, ezt már lehézzük. Jöhet a következő. Piros pöttyünk, fél pöttyünk van. Piros másik fél pöttyünk. És ezt össze tudjuk könnyedén illeszteni, így egészen biztosan, hogy minden lopó könnyedén fog stimmelni. Igen, Pintara felirat ül. A következő a keresztabilizátorunk, ez a kis mutatság. Ezt ugyanúgy behelyezzük egyszer. Itt. Egyszer. De. Két darab olyan stiftet készítettünk, amin lehet egy kicsit látni, hogy megvan reszelve, hogy könnyebben tudjuk az oldalát. De ez most még nagyon jó, hogy csúszik, mert végviasszal kentük le, és a végviasz ugye szépen jó a nedves csúszós. Hát itt ugyanúgy megvan a kék pöttyünk, megvan a piros pöttyünk, és akkor ezeket úgy illeszik össze, és a konukaknál nem lesz problémánk. Igen, az utolsó két kis vékonyka stiftet betesszük. Igen. Na csak, itt nézzük meg, valamiért nem stimmel. Igen, megfordítva tettem a pirosat a kékhez, a kéket a piroshoz. Le kell fordítanom, és már is könnyebben csúszik össze a stiftünk. Igen. Nos, ez az állvány, ez a közepes méretű, kis és közepes méretű gongoknak felel meg. Ehhez akár a 80 centiset is tehetjük, 86 centi ez a méret. Ugye ez inkább az 50 centis, 45-50 centis gongokhoz illene. Nagyon szép, stabil és nagyon kellemes, finom illata és tapintása van. Sok szerencsét kívánunk hozzá!